Drónokkal is ellenőrzi a NAV a dohánytermést a földeken, ugyanis a dohánypiac megtisztítása a cél. Előfordul, hogy egy regisztrált termesztő trükközni akar, és a nyers dohány egy részét a fekete piacra akarja eladni. Az elmúlt években több gazdálkodót is eljárás alá vont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Van, aki ellen már vádat is emelt az ügyészség, és akár 6 év börtönt is kaphat. Az ország dohánytermő területeinek 80%-a Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található. A nyers dohány illegális felvevő piaca is itt a legnagyobb. A NAV bűnügyi, illetve rendészeti szervének mindenféleképpen lépnie kellett ebben az irányba, ezt mindenféleképpen vissza kell szorítani. A termőterületeket drónokkal is ellenőrzik. A nyers dohány jövedéki termék, ezért a termés mennyiségét be kell jelenteni, azt is, hogy mennyit ad le a fermentálóknak. A dohánylevél fekete piacra jutásának ellenőrzését, vagy jutatásának ellenőrzését, valamint a dohány termőterületeknek a termőképességének a monitorozását a jövőben a NAV rendészeti, valamint bűnügyi szerve drónok segítségével fogja végezni. Az egyik a legnagyobb áttörést még 2021-ben érték el. Egy olyan bűnbandát sikerült felderíteni, amelyek nagyobb volumenbe, tehát kiemelkedő volumenbe adózatlan fogyasztási dohányt állítottak elő, és azt tolták a fekete piacra. Ez 9 tonna, bizonyítottan 9 tonna adózatlan fogyasztási dohány feldolgozására vonatkozott, csak hogy volumenekben láthassuk, hogy ez mekkora. 600 000 doboz cigaretta megtörtésére alkalmas mennyiség. A költségvetésnek okozott kár mértéke meghaladta a 330 millió forintot. Ami áttörés volt az ügyben, hogy egy regisztrált dohánytermelőnek a bűnösségét is sikerült bebizonyítanunk, amire korábbiakban sajnos nem volt lehetőségünk. A regisztrált dohánytermelőről bebizonyosodott, hogy ő volt az, aki a dohányterméket, gyakorlatilag ezt az alapanyagot az adózás alól elvont jövedéki termékek esetében biztosította a bűnbanda részére. Ebből alakították át fogyasztási dohánnyal, és ezt értékesítették. Ebben az ügyben vádemelési javaslattal éltek az ügyészség felé, és vádat is emeltek. A másodrendű vádott, aki a regisztrált dohánytermelő, ugyanúgy 6 év letöltendő börtönre számíthat, mint az elsőrendű, aki a bűnszervezet vezetője. 2022. decemberében egy másik regisztrált dohánytermelőt füleltek le, akinél kutatást végeztek. Az ingatlan udvarán egy olyan gépjármű állt, amiknek a rakterébe szárított dohánytermék került elő, szárított dohánylevél, mellette pedig 58 tasakban fogyasztási dohány. Ez már készre vágott, tehát feldolgozott fogyasztási dohány. Ekkor is egy regisztrált dohánytermelőt sikerült azonosítani, aki elismerte a törvénysértő magatartását, elmondta, hogy valóban a gépjárműből előkerült szárított dohánylevél az ő terméke, azt ő termesztette. Nagyfokú aszálykára hivatkozva, viszont ő 2022-ben ezt nem adta le a felvásárló részére. Ezt természetesen a fekete piacra szánta, mint ahogy a korábbi években is tette. Jövedéki törvénysértést is elkövetett a gyanúsított, ezért 30 millió forintra büntették. Ebben az ügyben is vádemelést javasolnak az ügyészségnek. A nyomozás során bebizonyosodott az is, hogy 2021-ben még teljesítette azt a termelői képességét, amivel leszerződött a fermentáló részére, viszont 2022-ben valóban egy nagyfokú aszálykára hivatkozva ennek már csak a töredékét biztosította. Az összes többit pedig a fekete piacra szánta. A bejelentett megsemmisítésre váró dohánymennyiség 3 évvel ezelőtt 100 kg volt, 2022-ben már 64 tonna.